Hello, sziasztok! Ezt online vagyok, ez a 10 War of Mine. Úgy döntöttem, hogy elkezdek ezzel a játékkal játszani. Régebben már volt belőle videóm, illetve régebben is szerettem volna elkezdeni vele ismételten kicsit komolyabban játszani, de így sose akadózott igazából így a kedvemre. De most úgy döntöttem, hogy mégis nekiugrok, már csak azért is, mert kicsit van hozzá egy kiegészítő, amivel bekerülnek a gyerekek is a játékba. Igazából ez olyan szempontból nem ad hozzá a játékhoz, hogy plusz karaktert, akit így ténylegesen effektíven tudunk irányítani, nem kapunk vele, hanem inkább egy plusz motiváció, hogy miért kell küzdeni a játékban. Ez miatt szerintem jobb így. Élvezetesebb, illetve az esetleges drámák a játékban így plusz erősebben tudnak lecsapódni, az, hogy egy gyereken is érződik ez az egész. Ez miatt is döntöttem úgy, hogy inkább nekiugrok így, hogy egy gyerek is van most a játékban. A négy fő karakterünk az Bruno lesz, ő ugye a szakács. Akkor Pavle, ő fog többnyire fosztogatni, lootolgatni minden, esetlegesen harci helyzetekben ő fog jelen lenni. Katya, ő igazából a kereskedőnk, ugye? Ő neki ugye a kereskedelemben való busztja elég jó, azt hiszem 20% vagy olyan hasonló mértékben jobb az üzletelési mértéke. Eléggé sokat tud számítani, és Kalina, aki hát egy kis gyerek, igazából nem ad hozzá egy semmit, se építkezni nem tud, egy-két dolgot tud lootolgatni, de csak így a játék kezdeti szakaszában, az otthoni részben, de például törmeléket se tud elpucolni, meg semmi ilyet, szóval hát ja, ő ténylegesen csak egy ilyen motiváció, akire jobban oda kell figyelnünk. A játékot nehézsége szempontjából közepes erőségen játszunk, 80 nap lesz, és a tél az a késői játékmódban lesz csak bent. A város igazából, ami miatt ezt a kiegészítőt annyira nem érzem túlságosan erősnek, az egyik az, hogy nincsen benne új város. Ugyanazt a város kapjuk meg, semmi új terület, semmi igazából. Egy-kettő új lootolható dolog van, ez igazából abban merül ki, hogy a gyereknek kell ilyen játék, meg hasonlók, semmi extra igazából. Eléggé alapvető kiegészítőnek mondható. Úgyhogy, ja, nem túl sok mindent tudunk hozzáadni, ez igazából már mindenki által látott, aki legalábbis a játékot már látta, azok által látott területen fog játszódni, semmi, tényleg semmi extra nincs benne. És karakterek szempontjából is, amúgy itt lehet választani úgyis, hogy egyszerre kettő karaktert veszünk be, viszont attól függetlenül nem tudunk másik hármat kijelölni. Szóval így is úgyis csak négy karakterünk lehet. Annyi, hogy akkor a gyerek mellé kapunk egy anyát, apát, tesót, valakit, nem tudom, hogy ez például kicsoda neki. Meg hogy melyik ki, igazából többi karakterrel nem is játszottam, még csak ezt próbáltam ki. És hát akkor ugorjunk így bele szerintem. Remélhetőleg hogy a játék zenéje miatt nem fog baszakodni a YouTube. Nagyon halkan, de behagytam. Eléggé jól lett hozzá a játéknak a hangulatához szerintem. Hát ez olyan halkos igaz, hogy én sem hallom. Na mindegy. Fuck the war. Hát igen. Szerintem akkor kezdjük is. Elsőnek mondjuk gyere, pucold ki ezt a törmeléket. Te pucold ezt. Te pucold, vagy te tört ki ezt az ajtót, te pedig menj lootolni. Igen, itt a korai szakaszban a gyerekkel szoktam lootolgatni, mert hát ő tényleg más nem tud csinálni, legalább akkor ilyenkor megvan a maga kis haszna, még ha nem is annyira hú, de hatalmas. Időközönként kell beszélni a gyerekkel, mert amúgy szomorkodik, meg minden érthető módon az mégsem egy gyereknek való háború. És hát ez miatt időközönként azért ténylegesen le kell vele ülni, akkor dumálni egyet, jót tesz neki. Meg hát szerintem ilyenkor felnőtteknek is jót tenne, még ha ez a játékban nem is adja vissza magát. Láthatok előbe egy-kettő új jelen, ahol tud játszani a gyerek, hogy tud rajzolgatni, itt akkor ilyen ugráló, hát nem tudom minek hívják ezt, mert nagyon régen játszottam ilyet, még óvodába. Azért tudott ugrálni, illetve lehet hintát építeni, lehet plüssmacit építeni, bár, vagy nem építeni, azt lehet hozni neki. Bár azzal még egyszer sem láttam, hogy játszott volna, de nem baj, attól függetlenül lehet neki, az a lényeg. Még ezt tudja kilútolni, meg ezt, utána igazából játszott a gyerek. Közben ezerrel megy a törmelék pucolás. Illetve pár ágyat kell majd építeni, mert csak azért is, mert a gyerek az beteg, szóval éjjel, őt amúgy se őrködésre osztom be. Szerintem nem is lehet őrködésre beosztani, ő mindenképp alszik. Bár ez igazából érthető. Ennyit tudtál csinálni, mennyi aludja.
Jó, ezt így kilútolhatod te, ha már úgy is ott vagy, és van itt lockpick, de elsőnek szerintem építsünk ágyakat. Az ágyakat igazából ide le szoktam építeni. Három ágyat fogunk csak lerakni, nem kell négy, mivel hogy ő mindenképp éjjel alszik, így nappal nem kell neki nagyon hely, nagyon minimális eset az, amikor kell neki nappal is hálóhely. Ilyen például ugye a betegség. Úgyhogy igazából most így kellene, de most is tudjuk annyira használni, még az első pár nap szerintem. A négy ágyat, meg hát egyelőre nem is lesz négy ágyunk szerintem. Ezt addig föltörjük közben. Jó, találtunk gyógyszert. Adjuk be neki a gyógyszert, utána pedig beszélgess a gyerekkel. Amúgy a gyermeki szeretet is nagyon erősen visszajön a játékból. Például mindig, mikor valaki kimegy lootolni, másnap, mikor visszajön, a gyerek az konkrétan rohan hozzá, hogy beszéljen vele, hogy jól van, mert minden tényleg így. Ez annyira jól visszaadja a játéknak így a hangulatát, mint szerintem rohadt jól meg van csinálva tényleg. Beszélgess egy kicsit a gyerekkel, hadd legyen neki jobb. Még egy ágyat mindenképp lerakunk, illetve majd lerakunk még egy főzőhelyet. Elvileg a gyereknek se kell így igazából minden nap adni kaját, neki is ugyanúgy elég a két naponta lévő kaja. Sőt, láttam olyat is, hogy a gyerek nem volt éhes másnap. Szóval lehet, hogy ő még kevesebbet is eszik. De igazából őnek is ugyanúgy két naponta adom kaját, hogyha már van elég kaja, akkor azért próbálok neki naponta adni. Korai szakaszban ez nehezen jön össze, ugye? Most sincs valami hú de nagy készletünk, szóval mindenképpen utalásra nagyon erősen majd rá kell mennünk. Oké, beszéltél a kölökkel, ezt itt szedjük szét. Te menj építs magadnak egy tűzhelyet, te üss szét azt a ilyen zárat rajta. Be van deszkázva, ugye? Na jó, beszélgess vele, hogyha már akar. Tűzhelyet mondtam, ugye? Igen. Jó, még igazából tudunk teljesen jól. Amúgy ez a szoba többnyire a gyereknek van itt most föntartva. Régen ugye itt szoktam igazából csinálni az ilyen foteleket, meg minden ilyen pihenő szobának. Itt ezt most egy ilyen gyerek szobának tartom fönt. Jó, te menjél törmeléket pucolni. Igazából más nem nagyon tudsz mostanság. Azért ezt nyitottam ki, nem ezt a szekrényt, mert törmeléket el tudjuk pucolni, plusz a szekrény, de ez elvileg nyitva van, ugyanis nem láttam itt a lockpick jelét, szóval mindenképpen ki tudjuk lootolni. És akkor legalább plusz egy szoba is felszabadul, itt meg a szoba az már így is úgy is nyitva van. Mi az, amit tudunk jelenleg építeni? Hintát azt tudunk majd építeni, de egyelőre az ráér, szerintem semmi más nincsen, ami így jelenleg kellene. Hát jelenleg az a helyzet, hogy várunk konkrétan, hogy legyen valami. Pavle, amint ezt... azt hiszem Pavle az. Ja, Pavle. Nem tudom, hogy ejtik, szóval ez biztos, hogy 72 féleképpen fogjátok tőlem hallani, abból 28 rossz. De arra úgy jutok érte. El kéne menned aludni igazából, mert beteg vagy, igaz, kaptál gyógyszert, mindig szomorkodsz, igaz, de ez elvileg másnapra el fog múlani, mert ugye beszélgettünk, meg minden. És ráadásnak az első lootolós nap az általában sikerre is zárul, szóval ez miatt is kicsit pozitívabb lesz a gyereknek a visszajelzése, így felénk. Igen, a többiekkel ilyenkor nem nagyon tudunk mit csinálni, sajnos. Sajnos nem lehet, hogy csinálni egyszerre ketten, legalábbis azt hiszem. Ja, nem lehet, hogy csinálni egyszerre ketten, szedjék szét a törmeléket. Pedig gyorsabb lenne is, hát reális is valamennyire. Oké, hogyha nem kétszeres sebességgel, mert oké, valamennyire akadályozhatnák is egymást. Így nem kétszeres sebességet várnék el, de mondjuk egy másfélszeres sebességgel hadd lehessen már dolgozni két embernek egy törmelékkupacon. Főleg, hogy így el is férnek meg egymás mellett azért valamennyire. De lényegtelen, mert így is úgy is ki tudtuk pucolni elég gyorsan. Gyereknek majd mindjárt építünk szerintem egy hintát. Ó, két gyémánt, ez rohadt sokat ér. Ez egy nagyon jó üzleti lehetőség lesz, negyedik nap környékén jön majd a kereskedő. A hintát pedig gyorsan megkapja akkor már a gyerek, mint mondtam, ez a játszószobája. Mondom, ez a játszószobája. Igazából első nap elvileg nem nagyon jön fosztogató, szóval első nap még kevés az ágyunk, szóval ki kéne használni a plusz egy ágyat. Gyerek az mindenképp alszik, meg szerintem még a lányzó fog aludni. Bruno az örködik azért, a Pavel gyerek pedig kimegy fosztogatni. Jó. Te aludjál ágyba, te örködj, te aludjál ágyba.
Ja, így. És hát igen, ez a kettő hely amúgy mindenki, ez a kezdeti hely, ami elérhető, ugye? Mindegyik hely olyan, hogy semmi nincsen ellenfél szempontjából lootolható, ez igazából a free hely. Ezt érdemes mindegyiket egy ki hozni első két napon a kaját, meg hasonlókat. Szóval első nap az egyik helyre menni, második nap másikra, vagy valami közeli, vagy hamari időpontba. Mindenképpen nem kell húzni sokáig. Jó készletekre lehet itt szert tenni azért elég gyorsan. Itt azért is rohanok, amúgy eléggé lopakodósan kell venni a figurát. Főleg, hogy még én sem jártam ugye minden helyen az a játékban. Rengeteg kaja, teljesen jó némi víz. Cukor az főként kereskedelmi forrás lesz. Majd ezt a törmelék kupacot elég gyorsan ki fogom innen szerintem puszolni. Sőt, szerintem erre rá is megyünk. Tudom, ez ásóval gyorsabb, de ritkán fogunk magunkkal hozni ásót, illetve bázisra se fogunk csinálni ásót jó eséllyel. Úgyhogy ez miatt inkább kézzel, és ilyenkor, mikor még van idő, akkor ezt eltakarítom a kupacot. Ugye maga módján szerintem gyönyörű a játék. Szóval ez az ábrázolásmód, oké, eléggé mondhatni kicsit bassza az ember szemét, de egyedi, és szerintem gyönyörű is a játéknak a kinézete. Hozzáteszem, nem fullon játszok, már csak az miatt is, mert most éppen YouTube-ra is éppen töltöm fel a videót, Torrentről is szedek, Steam-en is szedek, meg Fabs mellett ugye játszok, szóval ez egy kicsit azért megviseli a gépemet. Meg amúgy is szoktam fúra fölnyomni a grafikát igazából, mert tényleg a Fraps azért elég sokat megeszik. Ez a szekrény azt hiszem zárva van, legalábbis általában zárva van, szerintem nem is nagyon volt olyan opció, hogy ez nyitva lett volna. Úgyhogy amit lesz feszítő vasunk, ide el kell jönnünk és ezt itt kell ütnünk. Amúgy is ez a felső emelet, ez zárva lesz, szóval mindenképp kell hozni majd egy feszítő vasat magunkkal. Ami hát későbbiekben még jó lesz, és hát általában eléggé hamar szokott összejönni, nézzük meg ezt a szekrényt. Van zárva, oké. Mi az, amire szükségünk van? Igazából építőanyagra mindenképp szükségünk lenne, eléggé hamar. Ezt elhozzuk. Jó, egyelőre mindent el tudunk hozni. Majd egy kicsit fogunk variálni, hogy mi az, amit elhozunk, mert itt még lesz egy kis átvariálás. Például cukrot egyben nem fogunk elhozni, mert fölös. Ezt a gassik. Elnézést, hogyha egy kicsit elakad a hangom, meg vagyok fázva. Szóval ezt a gassik kell elhozni, meg ezt a cukrot se. Ja, egyelőre ennyi. Nézzünk le azért egyet lejjebb ide. Mert itt azért még szokott lenni érdekesség, hát ha van valami most is. Ha nem. Szóval, ja. Nézzük meg, hát találunk még ilyen csavarkulcsszerűséget. Ja, mondom, hogy mit. Ilyet. Az a baj, hogy egyelőre nem. Opa, pá, 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 pá. Van ott viszont meg ízé. Ebből még tudunk elhozni kettőt. Na ilyen az ilyen gyerekjáték, ebből lehet építeni igazából elég sok mindent. Egyelőre nem hozzuk el majd következő alkalommal szerintem. Sniper. Hát igen, azt egyelőre így nem fogjuk meglátni. Ó, és még egy csavar kulcs. Azt hiszem 5 kell, az a baj. Bár lehet, hogy most van a bázison is még. Otthon. Igazából. Kis lerombolt kéró. Nézzünk körbe itt is, ezt a kettőt megnézzük, hát találunk valamit. Egyelőre nem nyert. Akkor ennyi. Ja, nem baj, ez is egy jó napnak mondható. Ugye most még majdnem kell lenniük az embereinknek, szóval van egy plusz napunk ilyenre. Úgyhogy most igazából ráértem volna csak építőanyagot is elhozni, de nem baj, hogyha van már nálunk egy tartalék készlet már most. Kezdődik a stádiumban, de nem átfogom. Minden igaz, fut ide a kölök egyből. Látjátok, egyből fut, érdeklődik, hogy jól van-e. Ezt én nagyon bírom ugye a játékban. Ó, te aludtál, úgyhogy te menj építkezni. Beszélnél vele? Jó, itt tudunk. És egy plusz ágyat le is fogunk rakni szerintem egyből. Vagy pedig lerakunk egy ilyet. Vagy vízgyűjtő. Igazából több minden is kellene. Egyelőre amondó vagyok, hogy... Vagy Mi az, ami nekünk kell?
Ilyet biztos le tudunk rakni igazából, elég olcsón. Biz gyűjtött, azt ledobunk egyet. Azért eléggé szokott kell lenni. Utána lerakunk ide egy ilyen hát eszközgyárat, ugye feszítővas, meg hasonlókat lehet gyártani. Ezzel ugye a bázisnak a maradék kis részeit azt ki tudjuk bontogatni, illetve ki tudunk majd lootolni más helyeken is. Ugye feszítővas segítségével. Lockpicket azt annyira nem szoktam használni, mert hogyha mindenképpen van ott ellenfél, akkor azt inkább lelövöm. Ilyen jó fajta ember módjára. Jó, hát egyelőre ugye nincsen olyan szűrőnk. De majd mindjárt lesz valószínűleg. Ennyire kifogytunk. Na mindegy. Hát akkor lesz szűrőnk, igen. Akkor csinálunk hármat, azt akkor többet fogunk abból hozni maximum legközelebb. A szűrő segítségével ugye vizet tudunk majd termelni magunknak, ami kell ugye a főzéshez eléggé gyakran. Általában vízzel főzünk. Illetve majd gyártunk egy-kettő tüzelőanyagot, ugye következő nap már szagácskodáshoz fog kelleni. Hát igen, kellene kaja, de ez jelenleg még várat magára. Látható, hogy tök jó eljátszik a gyerek, rajzolgat meg minden. Tüzelőanyaggal, hogy állunk? Hát nem sok mindent tudunk csinálni. Kettő darabot ebből csinálunk egyelőre. Elvileg Bruno-nak elég kettő darab gyújtós ahhoz, hogy négy adag kaját legyártson. Bár nem lesz elég, mert ugye nem kettő darab zöldségünk van, bár ezt lehet meg fogjuk tudni oldani, csak most a másik helyre kell akkor elmennünk lootolni. Még egy zöldséget hozunk, akkor olcsóban meg fogjuk úszni egyelőre gyújtós alapanyagból. Ezt ide nyomjuk be. És úgy meggyógyult-e? Meggyógyult-e, jól van. Igen, van amúgy egy random is játszik egyet-egyet, szokott repülőzgetni. Azt szoktam bírni. Hát egyelőre szerintem nem kell semmit csinálnunk, szóval ez egy ilyen outback-kel tap, azt a repülésre akarom nekünk mutatni, mert szerintem fog most ugye játszani egyet. Vagy nem. Ha nem, akkor be kell jutni át a napot. Igen, aludjál. Te mész ki fosztogatni szokás szerint, te alszol. Ide fogunk jönni. Te örködsz, akkor te ne aludj, így. Alszik, alszik, fosztogat, örköd, oké. Okay. Hát mehetünk is ki. Igazából itt is valószínűleg, vagy itt sincsen semmi ellenfel, úgyhogy igazából egészen könnyű kis napunk lesz. Ránk is fér. Még itt a kezdési stádiumban érdemes a ilyen free lootokra rámenni. Jó, egyelőre elrakunk mindent, aztán hogyha nem találunk jobbat, akkor majd marad ez. Basszus, mennyi cukor? Itt azt hiszem kell vigyázni, mert a mesterlövész az lő ránk, hogyha kimegyünk. Szóval ott óvatosan kell. Kéne ez a csavarkulcs féleség. Nem adja a játék. Ezt ledobjuk. Cukrot is egyelőre ledobjuk, mert hát nem nagyon kell. Inkább az építőanyag az, amire egyelőre szükségünk van. Gyerekjátékot is ledobjuk. Nagyjából így ennyi az, amit el tudunk hozni. Gyógyszert azt mindenképp elhozzuk minél gyorsabban, mert azért az fontos. Ezt a törmeléket is így gyorsan eltakarítjuk. Első egy-két napban ilyen szokott lenni általában nálam. Aki esetleg nem ismeri a játékot és nem tudja, hogy mi ez a ilyen piros vibrálás, ez jelzi azt, hogy valami mozog fölöttünk. Ez nagyon gyakran igazából patkányt szokott jelenteni, de az ellenséges katonákat, fosztogatókat,
civileket, minden, aki egy veszélyt jelentett ránk, vagy bárki, aki megmozdul egyáltalán. Mondhatod, hogy az ismeretlen hangokat jelzi ez a játék. Jó, itt most tudom, hogy patkány, de amúgy egy ilyen helyzetben nem szabad bemenni. Igazából kulcsokon keresztül szoktam kémlelni, ezt is megmutatom, hogy működik. Aki pedig ugye nem mozog, azt nyilván nem is halljuk. De beszédet is ugyanígy halljuk, hogy honnan jön, meg minden bármit csinál, azt halljuk. Viszont, hogyha éppen semmit nem csinál, és berangyulunk egy szobába, ahol nem nézünk be előtte, az eléggé csúnya véget szokott jelenteni. Volt, hogy már így a shotgunnal néztem szembe 3 mm-ről. Nem igazán élte túl a karakterem. Hozzáteszem, hogyha megölünk egy civilt, katonát vagy valakit, hát ugye mindegyiknek megvan a maga kis szintje, hogy mennyire leszünk tőle szomorúak, mennyire bírjuk ezt a depressziót, hogy meg kellett ölni valakit. Hát nem csak arra az egy karakterre szokott kiadni, hanem a többire is, hogyha túlságosan gyakori ez az esemény, akkor akár öngyilkosok is tudnak lenni, szóval ezzel is kell egy kicsit vigyázni, hogy mennyire leszünk ilyen Terminátor osztályba. Mindjárt megmutatom, hogy ez hogy működik. Becsukjuk, és így tudunk kulcsukon kémlelni. Látható, a ténylegesen a látószöget tudjuk csak megnézni, nem teljesen. Ha valaki itt ül, és nagyon szarul jön ki a látószög, akkor akár észre sem vehetjük. Itt sincs semmi extra. Hát, ha itt. No, akkor megyünk vissza, aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Gyerek szokás szerint oda fog tudnánk szaladni, úgyhogy ezzel föltartja Pavlot, aki amúgy is hullafáradt, de nem számít. Harmadik nap. Az itt eléggé durva lyuk van, ezt is majd be kell foltoznunk, csak ahhoz még kell fejlesztenünk. Jó, gyerek már jön, mennyi szakácskodja. Te már nem vagy fáradt, ugye te aludtál éjjel. Ez miatt te nyugodtan el lehetsz. És dupla adag kaját tudunk csinálni, nem csak kettő főre. Ja, nincsen elég gyújtósunk, ahogy látom. Úgyhogy akkor ezzel is kellene valamit alkotni. Kettő darab gyújtós előtt csinálunk. Nézzük. Nézzük, mi az, amit tudunk csinálni. Egy ilyen Metal Workshopot tudunk csinálni. Teljesen jó, az kell is. Mondjuk egyelőre még szerintem alapanyagunk az nem lesz hozzá. Magához a belső építkezéshez, meg ilyen eszközöknek a megcsinálásához. De attól függetlenül már az épület az legalább meg lesz. Kaját pedig mindjárt legyártja Bruno nekünk. Te menj aludni, te vagy aki fáradt igazából, utána Bruno fog elmenni aludni, csak ő meg előtte kajál egyet. Gyereket meg majd mindjárt megetetjük, ugye? Nézzük, mi az, amit tudunk csinálni. Pont nem tudunk. Nem akarom felhasználni ezt a csavarkulcsot, mert eléggé drága dolog. Bruno egyél egyet. Utána tipli aludni. Ami amúgy még tetszik a játékba, és nem mondtam, az esetleges függőségek karaktereknek. Mindjárt megyünk, itt a kereskedő, már korábban jött, teljesen jó, mindjárt megyünk, üzletelünk. Függőségek, például, hogy Kátyának, én mindig Kátyának mondom amúgy, kávéfüggő. Kicsit az én stílusom igazából, én is ezzel küzdök eléggé durván. Fáj is a fejem, hogyha nem iszok kávét. Neki, hogy hozunk kávét, akkor boldogabb lesz, nem lesz depressziós például. Van, hogy ugye sokáig nem iszik kávét, akkor például depressziós lesz, vagy pedig éppen a depresszión segít ez a kávézás neki. Akkor például Pavel egy, hát neki semmi nincs. Ja, hozzáteszem még. Például itt írja, hogy ő egy ilyen jó kereskedő. Kereskedelmi bónusza van. Pavel például gyors futó. Ez ugye többnyire a mesterlőészeknél van haszna, hogy annyira nem tudják eltalálni, mint például egy baromi lassú embert. Van egy, nem tudom mi a gyerek neve.
azt a karaktert nem annyira szoktam használni. Sokkal nagyobb az inventória, azt hiszem a legnagyobb talán 20-as, viszont hát kurva lassú, úgyhogy a mesterlő és ilyen vásatolgatja szépen a gyereket, vagy hát az öreget, mert nem éppen egy fiatal csávó. Ó, és mi mindent hoztál te nekem? Adője. Nem tudom, hogy gyors gombozni. Ó, oké, megvan. Ha milyen drága ez. Jó, mondjuk kurva sok mindent veszek tőle éppen, úgyhogy elfogadjuk, hogy ilyen rohadt drága. Oké, ez így egyek jó. Többnyire az építőanyagot szoktam venni az elején, úgyhogy igazából arra megyek rá most is. Jó. Mi az, amit nem kell nekünk? Vagy kell, de muszáj tőle megválni. Egy gyógyszert adunk. Megpróbáljuk kifizetni csak ezzel. Teljesen jó, mennyit fát tudunk meg tőle kisajtolni? Egyet. Jó, és akkor nézzük, hogy mi az, amit még egy gyógyszerért tudunk tőle kérni. Tűzifa az kell igazából. Ez így már nem teljesen jó biznisz, azt mondja. Viszont van elég vízünk, szóval azzal is tudunk üzletelni. És ezt a minimális mennyiséget én még szeretném tőle elkérni. Adunk érte vizet. Jó. Igazából a két gyógyszer az ugyanazt a hatást éri el, azért adok belőle egyet, mert fölösleg is ennyi. Szerintem jó. Ennyi volt a kereskedelem. Mennyi a kajája egyet. Következő naptól kezdve már ő is fog örködni amúgy, mert hát eléggé gabasz lesz. Na, most például repked. Ha mondjuk lefele nem így szokás, de oké. Vissza, vissza, vissza. Vagy ezért csináljuk meg elsőnek. A feszítővasat. Jarra ugye mindenképp kell egy keret, mert azzal elég sok minden megnyílik előttünk. Bruno-nak például milyen függősége van, ő azt hiszem cigizik. Igen, ő cigizik, viszont jó szakács, ez kevesebb nyersanyagot fogyaszt el, azt hiszem. De minden karakternek igazából megvan a maga kis egyedisége, hogy melyik miben jó. Ízlések és pofonok ki mit használ. Mit tölt a Windows-on? Na, gyere ide, ezt nyisd ki. Utána ki kell nyitni ezt az ajtót, és végig kell itt igazából pucolni az egész területet. Mást azt hiszem nem is kell itt már csinálni. Ja, így ennyi. Te éhes vagy még, úgyhogy gyere, te nem kajáltál egyedül. Na, így például játszik egy hintával. És így hallatszik, hogy örül neki egyből. Én szoktam bírni az ilyeneket, nem tudom, én tényleg ez jó dolognak tartom, hogy ilyeneket beleraktak a játékba. Egy érdekes nézőpontja a háborúnak, és igazából azt is mondhatni, hogy a háborúban egy jó dolog, hogy még ilyenkor is van, aki élvezi az életet. Ez azért nem egy úgy de gyakori dolog, azért legyünk őszinték. Gyere építkezni. Egy ágyat még lerakunk szerintem. Oké, ezt jöhetsz pucolni. Ezt tudjuk fejleszteni, mert igazából most már erre lenne nagyobb szükségünk. Ja, nem. Ja, oké. Tudjuk fejleszteni, ezzel új lehetőségek nyílnak meg előttünk. Többek között a védekezés. Ez fog segíteni igazából, azt hiszem bizonyos százalékban csökkenti a minket ért károkat, például dopásokat, sérüléseket. Nagyon gyakran van az, hogy minden védőnk megsérül, és igazából az egy elég nagy érvágás tud lenni. Úgyhogy érdemes
minél gyorsabban egy védelmet is kialakítani. Még ha ezt nem is feltétlenül tudjuk rohadt gyorsan megcsinálni, de attól függetlenül rá kell lépni minél hamarabb. Az a egyelőre semmit nem tudunk belőle csinálni, kell hozzá rohadt sok fa, illetve majd ilyen fém is fog kelleni, is egyet még elhasználunk, és egy része aztán még meg is lesz a lehetőségünk így is. Ez mi kell, hogy ezt javítsuk, mert eznek a fejlesztésével tudunk majd csinálni fejszét. A fejszével pedig szét tudjuk verni a fölösleges bútorokat, amiből rengeteg tüzelőanyagot, illetve fát tudunk szerezni, ezzel ismételten egy új lehetőség nyílik meg előttünk a lootolásra, hogy a saját bázisunkat újra lootolni, illetve a már lootolt területeknél a bútorokat ugyanis szét tudjuk verni, hogy kivisszük a fejszét. Hát igen, egyelőre semmit nem tudunk csinálni, ehhez kell majd elég sok minden. Ja. Illetve majd egy ilyen patkány csapdát minél gyorsabban le kell rakni, ezzel is ugye élelmiszerforrás teremtve magunknak. Még ha nem is a legkiválóbb élelmiszerforrás, de hát ez van. Most nem lehet nagyon válogatós az ember egy ilyen helyzetben. Na, hogy az? Ó, kész így vagy. Ez már szerintem a következő napra fog nyúlni. Bár nem biztos, még lehet, hogy azt is ezen a napon ki tudjuk lootolni. Ja, még ki tudjuk lootolni, kíváncsi vagyok, mi van itt, mennyire érte meg. Hát, végülis nem volt jobb dolgunk, úgyhogy megérte, de ahogy nem volt egy ilyen top deal. Na jó, nyomjuk át a következő napra. Örködsz, te alszol. Te örködsz, te mész el utolni. Ugyanakkor az inventory-tok, de mégiscsak szerintem Pablo egy kicsit jobb harcos tud lenni, legalábbis szerintem. Hova menjünk? Jöjjünk ide, mert itt még van orvosi felszerelés is. És hozzuk magunk a feszítővasat, ja, mint látható ugye használódik. Szóval nem nincs az, hogy egy darabot legyártunk, és akkor az a játék végéig elég lesz. Jó eséllyel elég sokat le kell gyártunk, szerintem egy 5-6 darabot biztos egy 80 nap alatt el fogunk használni. De általában meg is éri azért. Először is megnézzük ezt a szekrényt. Az útvonal keresés az emberének, ami nagyon rossz. Régen ezt jól meg volt csinálva, most már borzadály. Szóval tudja, hogy ez az ajtó be van zárva, de attól függetlenül bepróbálja még háromszor. És így arra próbálna elmenni eredetileg. Ja igen, itt is itt látható, ekkora körbe hallatszik az, hogy itt ekecselünk. Úgyhogy ha vannak az épületben, ez ugye erre az épületben pont nem vonatkozik, de például, hogyha másik épületben vagyunk és itt vannak, akkor azért óvatosan kell kezelnünk az ilyen helyzetet, hogy próbáljuk feszítővasra kinyitni a dolgokat, mert meghallanak minket, oda jönnek, aztán fejbe basznak a fenébe. Finoman szólva. Na nézzük. Itt mi van? Tényleg a másikban mi volt? Jó dolgok attól függetlenül, hogy nem feltétlen kell minden. Egy részét le fogjuk még rakni, mert egyelőre mindig nagyon kell az építkezési eszköz. Ez nem kell, hiába vagy kávés, nem kell, egyelőre nem kell, ezt elhúzzuk, mert olyan drága, és ki tudja, mikor olyan kereskedő, ez kell, ez nem kell. Hát a játék sajnos nyomott egy öngyilkosságot, szóval nem tudtam befejezni azt a napot. Ilyenkor azt hiszem újra el kell kezdenünk azt az egész napot, szóval majd onnan fogom folytatni, most nem ugrok neki még egyszer, mert úgyis az a volna a befejező nap. Remélem tetszett a videó, ha igen, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és ha még nem iratkoztatok fel a csatornára, de nem szeretnétek nem maradni a további részekről, akkor ezt tegyétek meg, és találkozunk legközelebb. És ne haragudjatok, hogy így lett vége a résznek, hogy így hirtelen befejeződött, nem tudom, mi volt a problémája igazából, így a játéknak kikresett az egész honnan. Köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok!